Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki együtt ünnepel velünk itt a Kossuth téren, ezen a Szentmisén. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik a képernyőn keresztül fognak bekapcsolódni ebbe a Szentmisébe. Ezt a misét hálából ajánlom fel. Hálából ezért a városért, ahol élünk, ahol békességben, nyugalomban élhetünk. Hálából mindenkiért, a vezetéstől egészen a legegyszerűbb polgárig, aki valami jót tesz, értünk a közösségért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vedessen minket az örök életre. Amen. Magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát
könyörögjünk. Istenünk, te Szent István királyt, itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egy házad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Olvasd meg a példabeszédet. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s menj rajta tovább, kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, még fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszem belőle indul ki az élet. Tarts távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne tér le az útról, és a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Légy áldott Szent István király, légy áldott Szent István király. Minden föld dicsérje Istent, dicső nevének zsoltárt zengjetek, magasztaló éneket mondjatok. Légy áldott Szent István király, áldjátok Istenünket nemzetek, dicsőségéről éneket zengjetek. Légy áldott Szent István király, életet ő ad lelkünk, lábunkat meginogni nem hagyja. Légy áldott Szent István király. Mindnyájan, kik félitek az Istent, jertek, halljátok, elbeszélem, mi nagy csodákat tett vélem. Légy áldott Szent István király. Ajkam hozzá kiáltott, nyelvem dicséretet mondott néki. Légy áldott Szent István király.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megáltalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva, kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle otymánságot műveltek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattatok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, s az igazság tesz szabaddá titeket. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak. De az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
Nemzeti ünnepünk több is van, de állami ünnepünk csak egy. Ez a legnagyobb ünnepünk, az államalapítás ünnepe, illetve ezzel együtt első szent királyunk Istvánnak az ünnepe is. Három fontos tulajdonságot szeretnék kiemelni államalapító szent királyunk életéből, ami üzenet mindannyiunk számára, igaz ember volt, hiteles ember volt, és szent ember volt. Olyan korban élünk, amikor szellemi Csernobil van. A hazugság kora. Mindent beszennyez, mindent átjár a módszeresen terjesztett hazugság. A legnagyobb hazugság a korunknak, hogy nincs abszolút igazság. Minden relatív, és mindenkinek igaza van. Letagadtuk az igazságot, az abszolút igazságot, és nem maradt más viszonyítási pontunk, csak az egyén lelkiismerete, az egyén szubjektív szabadsága. És ez óriási káoszt okozott és okoz ezután is, ha ezt nem tudjuk megszüntetni. A hazugság korban újra fel kell fedeznünk az igazságot. Nem a saját igazunkat, mert abból káosz lesz. Vissza kell tenni az igazságot, Istent, az őt megillető helyre. Ahogyan első szent királyunk élete, példája, tanítása irányt mutat számunkra. István király számára létezett igazság, és ez nem ő volt. Nem az ő személyes szabadsága. Életét egy nála nagyobb, egy nála teljesebb igazságnak, Jézus Krisztusnak rendelte alá. Megvolt a viszonyítási pont. Ha szeretnénk változást ebben a társadalomban, Európában, akkor újra föl kell vállalnunk az igazságot. Az abszolút igazságot, az egyetlent, amihez, akihez a saját személyes igazunkat igazítjuk. Enélkül nincs jövő. Hálát adok a Jóistennek minden olyan testvéremért itt a városban, megyében, országban, aki fölfedezte és fölmeri vállalni az igazságot. Bármi áron. Akiben van bátorság szembe menni a hazugság áradattal, és fölvállalja, hogy létezik igazság, és az nem én vagyok, hanem az Úr Jézus Krisztus. Hálát adok minden testvérünkért, aki erre kész, azokért a testvéreinkért is, akik nem keresztények, de az igazságot keresik, és az igazságot akarják megélni.
A Szentlélek az igazság lelke, és bennük is működik. Nekünk, keresztényeknek az a kötelességünk és küldetésünk, hogy vállaljuk fel az igazságot, az Úr Jézus Krisztust, és e szerint éljünk. István nem csak igaz ember volt, hanem hiteles ember. Ahhoz, hogy valaki hiteles legyen, nem kell neki vallásosnak lenni. A hitelesség azt jelenti, hogy egységben van a gondolat, a szó és a tett. Vagyis az a hiteles közöttünk, aki azt mondja, amit gondol, és aszerint él, aszerint cselekszik, amit gondol és beszél. Ennek a háromnak az egysége megsérül, az hiteltelen emberré válik. Hálát adok minden olyan embertársamért, honfitársamért, aki hiteles. Aki hiteles akar lenni, és ezért áldozatot, szenvedést is kész vállalni. Akiben nem különbözik a szó és a tett, másról beszél, de másként él, a szíve tiszta és hiteles. Hálát adok minden hiteles keresztényért is. Mert nagyon nagy szükség van nem csak hiteles emberekre, hanem hiteles papokra, szerzetesekre és hiteles keresztényekre, akik igaz emberek is, akik hitelesek és példák, vonzó példák a környezetük számára. István király nem csak igaz ember volt, nem csak hiteles ember volt, hanem szent ember volt. A szentség nem a glóriánk ragyogása, nem az erények hősies gyakorlása csupán, ennél több. A szentség azt jelenti, hogy megengedem, hogy betöltsön a szent, aki maga a szeretet. Mégpedig olyan módon, hogy a szeretet túláradjon. Túláradjon, túlcsorduljon a szívemen, a számon, a tekintetemen, a viselkedésemen, és elérjen minden embertársamat. Azok a szentek, akik bármilyen körülmények között, bármilyen szenvedések közepette megengedték a szeretetnek, hogy betöltse őket olyan fokon, hogy ez a szeretet, aki maga az Isten, túlcsordult az életükön, és elért másokat is. Hálát adok minden embertársamért, honfitársamért, testvéremért, aki szent akar lenni, aki még több szeretetet akar árasztani a körülötte élők felé, aki még teljesebben akarja szeretni a teremtett világot, a teremtményeket, önmagát és Istent, akiben túlárad, túlcsordul a szeretet. Hálát adok Istennek a szent magyarokért, az Árpádházi szentek hosszú sora, és a napjainkig felfedezhető, köztünk élő szentek soráért, akik voltak olyan bátrak, hogy az élet teljességére,
a szentségre mondtak igent. Nagyszerű életet akartak élni. Nem elégedtek meg a középszerű kereszténységgel, a középszerű emberléttel, nagyszerű emberek akartak lenni, és nagyszerű keresztények. És a Szentlélek, aki itt van közöttünk, ott van bennünk, mindenkit, aki erre vágyakozik és igent mond, szentté fog tenni. És akkor sokkal szebb lesz ez a világ, sokkal több öröm, sokkal nagyobb bátorság, sokkal több tisztaság és igazság, és hitelesség lesz közöttünk, és ezzel nem csak az egyházat, hanem a társadalmunkat is, egész népünket is segítjük, és előre visszük a sorsát. Adja Isten, hogy így legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Kérünk téged hallgass meg minket. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tarts távol hazánktól a természeti csapásokat,
és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, amelyet fölségednek bemutatunk, Szent István király közben járására védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható,
Örök Isten, Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont lejjünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi ember, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk Krisztus, a mi Urunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel, és az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most és mindörökké hálás szívvel zengjük, és hangos szóval énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről,
és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Az áldoztatás rendje a következőképp fog történni. Egy áldoztató fog középütt áldoztatni a színpad előtt, egy pedig a városháza felüli oldalon.
nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöldellő réteken ad helyet nékem, csöndes folyóvizek mellett nevelt föl engem, felüdítette az én lelkemet, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Az igazság ösvényeim vezetett engem az ő nevéért. Ha a halál völgyében járok, és nem félek a rossztól, mert te ott vagy vélem, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. A te vesződ és pásztor botod megvigasztal engem, asztalt terítesz nekem, hogy szorongatóim szégyent valljanak, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Megkented olajjal fejemet, színültig töltött kelyhemet, és a te irgalmasságod kísér engem életemnek minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig, aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Thank you.
Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyei országodba, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Nagyon örülök, hogy együtt ünnepelhettünk. Reményem az, hogy jövőre a gyönyörűen felújított Székesegyházban tarthatjuk majd ezt az ünnepi szentmisét. Arra is szeretettel várunk már most egy évvel előtte mindenkit, és kérek mindenkit, hogy bár elhangzik, hogy menjetek békével, ne menjetek el, hanem maradjatok itt, és folytassuk együtt az ünneplést. Álljatok fel, és úgy fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.